Az előző videóban létrehoztuk ezt a kurzust, vagy létrehoztátok a saját kurzusotokat, heti szakaszokra bontott kurzusról van szó, és bekapcsoltuk a szerkesztés lehetőségét. Ugye a szerkesztés gomb szerkesztés kikapcsolásával csak a tartalmat látod, itt pedig hozzáférsz azokhoz a lehetőségekhez, amelyekkel a tartalmat tudod bővíteni. Ebben a videóban azt fogod tanulni, hogy hogyan tudod bekapcsolni az adminisztráció blokkot. Rákattintasz a bal oldali menüre, megnyitod. Abban az esetben, hogyha a szerkesztés be van kapcsolva, akkor látod a blokk hozzáadása menüpontot, rákattintasz, és az adminisztráció blokkot hozzáadod a felületedhez. Bezárhatod utána a bal oldali menüt, és itt fogod látni kurzuskezeléssel kapcsolatos összes adminisztrációs lehetőséget, ami a rendelkezésedre áll az adott kurzus kezelésével kapcsolatban. A felhasználók kezelését, a kérdések kezelését, az osztályozó naplók kezelését. Erre minden kurzusnál szükséged lesz, úgyhogy tanuld meg